megkapcsoljuk kollégánkat, Muhi Miklóst, aki már itt van a vonalban. Szia, Miki! Jó reggelt, szia! Örülök, hogy látlak. Sajnos nem itt a televízióban, de azért reméljük, hogy így is tudsz nekünk beszámolni arról, hogy milyen változásokra számíthatnak nézőink az idei esztendőben. Igen, elnézést, nem tudtam bemenni a stúdióba, ugye egyeztettük is, és hát a technika már itt tart, hogy egy élő videós bejelentkezésbe tudunk bejelentkezni a reggeli élőadásba, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, én most vagyok először ilyen élőadásban, úgyhogy én is most ismerkedtem a rendszerre, remélem, hogy rendben lesz a kép is. Abszolút jó egyébként a kép is, és egyébként tényleg nagyon örülök, de azért reméljük majd valamikor hamarosan személyesen is itt tudsz lenni velünk, de most azért mindenképp szerettem volna, ha látunk egy kicsit téged is itt a képernyőn. Nagyon örülök neki. Viszont akkor kezdem is már is a nagyon-nagyon fontos információkkal, mert van is apropója annak, hogy mi most fogunk beszélni. Az egyik az az, hogy ugye elindult a 2024-es év, és egy pár változás történt a kábel TV szolgáltatóknál az LVTN csatornának a vételével kapcsolatban. Az egyik nagyon-nagyon fontos változás, hogy a Magyar Telekom átszervezte a csatorna helyeket. És ez érezhető is volt, ez január 9-től volt érvényes az új csatorna kiasztás. Nagyon sok telefont kapott a közönségszolgálat nálunk bent a szerkesztőségben is. És a változás pedig az lett, hogy az összes közösségi csatornát a Telekom a 80-as programhelyekről a 180-as programhelyekre sorolta át, ami azt jelenti, hogy ha 84-es programhelyen volt régen az EVTN, most pedig a 183-as konkrét a 183-as programhelyre lett átsorolva az összes közösségi csatornával. Ez egy olyan kellemetlenséget okoz esetlegesen a nézőknek, vagy akik megszokták már a 84-es helyen a csatornát, most a 183-asra kell majd kapcsolniuk. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos változás volt itt az év elején. Aki esetlegesen nem most azt látja, hogy nem bírja fogni a Telekom előfizetőként a csatornát, ő mindenféleképpen kérje valaki segítségét esetlegesen a tévének az átprogramozásába, vagy a set-top boxnak a beállításába, vagy pedig hívja a Telekomnak az ügyfélszolgálatát. A másik, ami még a Telekomon volt, erről már tavaly évben beszéltünk, hogy nagyságrendileg egy 60 ezer előfizetős SAT előfizetésen a EVTN a 2024-es évben nem lesz elérhető. Mint azon dolgozunk, hogy 2025-ben viszont újra fölkerüljön majd a műholdas elérhetőségbe. Viszont ami jó ír, hogy egy új, nagyobb szolgáltatónál viszont megjelent, és a Transitba is megjelent, ez pedig a Hello Digitalnak a szolgáltatás, vagy Hello HD régebben más néven futottak, ugyanis ott meg sikerült megállapodni. Nagyon sok kis kábel TV szolgáltatónak biztosítja ez a nagy Transit szolgáltató a jelbiztosítást, és ide viszont a VVTN-nek a jeleve került, úgyhogy újabb nagyságrendileg 40-50 ezer háztartást tudtunk elérni. A Telekom, úgyhogy gyorsan így zazásítva összefoglalva ez a nagyon nagy változások így 2024-re. A Telekom egyébként hány előfizetőt jelent, úgy összesen ezt így lehet tudni? Hát több mint 1 millió előfizetőt jelent, ugye a teljes IPTV hálózata 1 millió, én úgy emlékszem, hogy az a baj, nem akarok pontos számokat mondani, de olyan 1 100 000 előfizető, és előfizetői háztartásban vagyunk jelen pillanatban ott a Magyar Telekom hálózatán. Tehát ott akkor a 84-es a 183-asra. Hálózatán, a Digi hálózatán elérhetőek vagyunk, úgyhogy, úgyhogy ott viszont változás nem történt. Egyébként mi az oka ezeknek, amikor így a szolgáltatók úgy gondolják, hogy ide-oda pakolgatják, tehát ez így nézettség, vagy van egyéb szempontjuk, ami miatt változtatni kell a csatorna kiosztásokat? Hát alapvetően nagyon sok szempont van különben. Régebben nagyon-nagyon fontos volt a technikai szempont. Tehát nem biztos, hogy nézettség, nem biztos, hogy a program zsűrinek a döntés alapján, hanem technikailag hol volt hely. Most valamiért hozott a Magyar Telekom egy ilyen policyt a programhelyekkel kapcsolatban, hogy az egészet a 80-as helyről, ugye itt azért ez legalább 6 vagy 8 csatornát érint, az egész közösségi tartományt a 80-as helyekről a 180-as helyekre rakta át. Ez nekik most egy ilyen döntés volt.
nézettség én nem hiszem, hogy befolyásolja. Én azt gondolom, akkor jóval előre lennénk. Szerintem is, sőt, szerintem nézőink egyébként bármi áron, bárhogyan megtalálják a csatornát, hiszen van, amikor Vodafone-nál is talán ilyen 400 valahányas csatornám volt, vagy van, ha jól emlékszem. Igen, a Vodafone hálózata ráadásul az egy nagyon-nagyon érdekes hálózat, ugyanis nem egységes. Tehát ott több különböző településekre, vagy régiókra, vagy úgymond fejállomásokra leosztva a különböző helyeken vagyunk, nem egységes. A Telekom az most már megcsinálta azt, hogy próbálja egységesen kezelni ezeket, tehát hogy az ország bármely pontján mindig a 184-es, 183-as, bocsánat, program helyen. Ugye 84-esen voltunk régen, és most 183-as program helyen érhető el az EVTN, tehát hogy bárhol. A Vodafone-nál ez már nem egységes, tehát hogy ott több platformok, többfajta technológiák vannak, és ott emiatt konkrétan nem is tudjuk megmondani, hogy az adott településen éppen hol érhető el. Vagyis településre lebontva azt gondolom, hogy már ki tudjuk deríteni, és meg tudjuk mondani. Uh-huh. És hát én már itt említettem a műsor elején a nézőknek, hogy az idei évnek egy különleges projektje van, az EVTN Kids. Ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy haladnak a tárgyalások. Azért ez sem egy könnyű feladat, hogy egy teljesen új csatornát bevezetni. Hogy fogadják ezt a szolgáltatók? Így van, és ugye eddig csak a csatorna előkészítése folyt. Pont tegnap volt egy megbeszélésünk a EVTN-nek technikai vezetőjével, a Csúcs Zolival, hogy most már olyan fázisban van az EVTN Kids, hogy a jelkiadás van folyamatban, úgyhogy innentől kezdve mi jövünk gőzerővel a szolgáltatókkal való tájékoztatás legelőször, és utána pedig a megállapodásokra. Úgyhogy alapvetően itt akartam mondani, hogy a január-február ez egy kicsit ilyen uborka szezon szokott lenni a műsor terjesztésben, mert az ünnepek után ilyenkor van az, amikor kipihenik magukat a műsor beszerzők is, és február-március-áprilisban kezdik el bekérni az ajánlatokat, az egyeztetéseket a csatornákkal. Hát most a január-február is egy kicsit aktívabb lesz pont a csatorna miatt. Ugye júniusra szeretnénk indulni a csatornával, és addig mindenféleképpen legalább 10-15 kábel-TV szolgáltatóval szeretnénk megállapodni a csatorna elosztására. Visszatérve a kérdésedre, nagyon-nagyon jó fogadtatások vannak a csatornával kapcsolatban. Ugye egy gyerekcsatornáról beszélünk, ráadásul kifejezetten vallási tematikájú, erőszakmentes gyerekcsatornáról beszélünk. Úgyhogy nagyon pozitívak a visszajelzések. Itt is mindig a megállapodások a technikai adottságoktól függ, hova, milyen programhelyre lehet majd besorolni a csatornát, milyen csomagba tud belekerülni. Ugye nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy mivel gyerekeknek szól, ezért semmiféleképpen nem egy film, vagy egy felnőtt tematikájába nem is passzolna oda a csatorna, és nem is szeretnénk, hogy ilyen be legyen, és őt nem is járulunk hozzá. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk, hogy alapcsomagba, gyerekcsomagba kerüljen be a EVTN Kids. Hány gyerekcsatorna van körülbelül most mondjuk egy átlagos kábelt vagy televíziós szolgáltatónál? Azért most már elég egyre több, igaz? Igen, hát Magyarország ugye lakosságban is nem a legnagyobbak közé tartozik még európai viszonylatban se, ahhoz képest nagyon-nagyon sok gyerekcsatorna van. A múltkor csináltunk ebből egy felmérést, vannak ráadásul nem magyar nyelvű gyerekcsatornák is kínálatban, de a magyar nyelvűek is, ha jól emlékszek, 10 fölött itt számoltunk össze, úgyhogy eléggé zsúfolt a piac, viszont itt van egy plusz tartalom, én azt gondolom mindenféleképpen ennél a gyerekcsatornánál, amit mi fogunk kínálni az összes gyerekcsatornával szemben. Így van, én is azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos, és igazából az lenne a lényeg, hogy tudatosan válasszák majd nézőink ezt a csatornát a gyermekeiknek, unokáiknak. Miki, majd ahogy haladsz előre, fogunk még beszélgetni, úgyhogy most nagyon köszönöm, hogy így tudtál rendelkezésünkre állni, de várlak majd itt hamarosan a stúdióban személyesen is. Minden jót nagyon neked addig is. Nagyon köszönöm én is. Szia, Miki. Köszönöm, sziasztok.